Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Hittantábor Szálkán. A szentek életével is megismerkednek a fiatalok. Duális képzés. A Kele-Csárda és a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum együttműködése. Nyári hőség. Hogyan segítsük a madarakat? Babetta Balaton túra. Idén volt a 8. alkalom. Szálkai hittantáborban vesznek részt szekszárdi általános iskolás diákok. A tematika minden évben más, idén a szentekre és imádságaikra esett a választás. A gyerekek nap mint nap különböző, érdekes programokkal töltik el az időt. Hát egy kicsit lehetne vékonyabb. Janó Attilánné segítői már több éve rendeznek Szálkán hittantábort. 5 hitoktató és 2 önkéntes szolgálatot teljesítő gimnazista foglalkozik a fiatalokkal. Nagyon népszerű, mert februárban, amikor írom a pályázatot a Pécsi Egyházmegyéhez a tábor kapcsán, akkor körülbelül másfél nap alatt betelik a 2 hét. 20-20 gyermek van egy-egy turnusban. Szálkán a főhadi szállásunk az a plébánia épülete, a templom, illetve a közösségi ház, de van nagyon sok külsős programunk is. A gyerekek 3-szori étkezést is kapnak az egyik helyi étteremben. Hétfőn a Assisi Szent Ferencről tudhattak meg többet a fiatalok. Az ő természet és állat szeretetére épült a napjuk. Az egyik vendégházban voltunk programon délelőtt, ahol taposón, aztán petánk volt. A diákok kövön, homokon, tobozokon is áthaladtak, mely, mint Janó Attiláné mondja, gyógyító hatású. Assisi Szent Ferenc a kőre is alázattal lépett, hiszen az Isten teremtménye. Kedden Pietrel csinai Szent Pióról tanultak a gyerekek, és emellett például agyakoztak is. Voltunk egyszer a templomba, és egy nagyon jó étteremben vagyunk. Ott nagyon finom volt a kaja. Hát, most agyagoztam. Nagyon jó volt. A gyerekek a hétfői és a keddi napot is élvezték. Nagyon sok játékot játszottunk, különféle ilyen téma alapján, hogy a földnek, hogy mit tegyünk jó, hogy a szemeket összeszedjük, a műanyagot külön tegyük, újra hasznosítjuk. Az agyagozást Fúz György egyetemi tanár, szobrászművész tartotta. Az agyagozás az egy alap dolog, szerintem mindenkinek meg kell ismerkedni vele. Annak az a tulajdonsága az agyagnak szerencsére, hogy és azért indítja be a gondolatokat, mert nem tartalmazza soha eredeti formáját, hanem mindig valami képlékeny és változik és minden, és ezért nagyon jó a gyerekeknél a ilyen kreativitás, a gondolkodás fejlesztésében. Úgyhogy aki először ismerkedik, persze aznak még lehet, hogy újdonság, de azt mondom, hogy nagyon szépeket csináltak a gyerekek. Janó Attiláné megköszönte Petkó Tamás plébánosnak, Szálka polgármesterének, valamint a helyi vállalkozásoknak és civileknek is a segítséget. A fiatalok a tábor hátralévő napjain többek között kipróbálnak egy katonai akadálypályát és a tékvandót is, valamint táborzáró szentmisén vesznek részt. Több mint 20 éve foglalkoznak tanuló képzésével, szívügyük a szakmai oktatás és a kiváló vendéglátás. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum egyik partnerénél jártunk Dunaföldváron, a Kele-Csárdában. Dávid Istvánék 1995 óta vezetnek éttermet. Az Aranyfácán nevű egységgel kezdték, majd kibővítették a vállalkozásukat 2 bázisra. Így született meg a Kele-Csárda is. Van saját olyan tanulónk is, akiből mesterszakács lett. Van olyanunk, aki külföldön mindenféle étteremben megállja a helyét, és vannak pincértanulóink, szakástanulóink, és ezen belül van a vállalati képzésünk, ahol saját a dolgozókat is képezzük. Jelenleg 3 tanulójuk van. Ehhez a létszámhoz csatlakoznak szeptemberben az iskolások az új évfolyamokról, akik az étterem többféle szolgáltatásával is megismerkedhetnek. 2000-es évektől kiszállítunk, tehát olyan 24-25 éve, menüház szállítással foglalkozunk. A Covid alatt egy picit még jobban felugrott a házszállítási igény, tehát az emberek megszokták a kényelmet egy picit, és ugye nekünk ez nagyon jó, úgymond jól jött, tehát üzletileg egy picit azon is tudtunk javítani még az üzleti forgalmunkon. Hát körülbelül 4-500 embert látunk a két étteremben egy nap.
Feleségével közösen irányítják a céget, energiát és időt nem kímélve. Remek lehetőségnek tartják a diákok foglalkoztatását. Volt a vendéglátásban egy kis pangás, tehát munkaerőhiány alakult ki a különböző okok véget, azt most nem is sorolnám föl. Azon én nagy volt az elvándorlás, és szerettünk volna saját nevelésű szakácsokkal és pincerekkel dolgozni. Innen indult az ötlet, és ez körülbelül, hát ez 20 éve folyamatosan bővült, úgyhogy minden több tanulót képezünk. Sór Zsoltot tanulmányai befejezése után vették fel a Kelecsárdába. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Magyar László Szakképző Iskolában tanult 3 évig. Először cukrászott egybe a szakácsa, és akkor így épült egyre jobban a szakács szakmára, és akkor így tanultam meg a hús előkészítéstől a főzés minden alapját. A duális képzés sok előnyt hordoz magával munkáltatóknak és munkavállalóknak egyaránt, amit a Kelecsárda, valamint felszolgáló és szakács növendékeik is jól tudnak hasznosítani. A rendőrség és az Europol nevében küldenek ismeretlenek hamis felszólító leveleket, tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányság. Ezekben a levelekben különböző sürgető üzeneteket fogalmaztak meg, a személyes adatok megadására kívánták rávenni a megkeresett személyeket. Elsősorban pornográf jellegű bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják meg a címzetteket. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet, hogy a fenyegető, sürgető hangvételű üzenetek mindig legyenek gyanúsak. Azokat óvatosan és fenntartással kell kezelni. A különböző online csalásokról a www.kiberpajzs.hu weboldalon lehet bővebben tájékozódni. Folytatódik a szúnyoggyérítés hazánkban. Tolna Vármegyében 11 településen összesen 3525 hektáron védekeznek a rovarok ellen. Július 16-án Bölcske, Madocsa, Paks, július 17-én Szerdán Dunaföldvár, Decs, Gerjen, Fad, július 18-án Csütörtökön pedig Bogyiszló, Tolna, Báta és Pörböly településen végeznek majd földi kémiai gyérítést a szakemberek. A Dunántúlon a legerősebb a szúnyogártalom, ahol a korábbi áradások és esőzések miatt nagy számban jelentek meg a fajok. Hivatalossá vált, hogy Kis Zoltán lesz a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház új főigazgatója. Kis Zoltán részére a megbízási díszokiratot az intézmény osztályvezető főorvosai főnővérei, valamint a kórház háttérterületein dolgozó egységek vezetői jelenlétében dr. Révész János, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója adta át egy ünnepélyes állománygyűlés keretében. Az idei júliust eddig a nagy meleg jellemzi. A hőség nem csak az emberi szervezetre gyakorol nyomást, hanem a természet élő lényeire is, így a madarakat is megviseli a szélsőséges időjárás. A nyári magas hőmérséklet a városban, illetve kertekben élő madaraknak is gondot okoz, ezért árnyékos menedéket, illetve vizes területet keresnek maguknak. Mit biztosítsunk számukra annak érdekében, hogy át tudják vészelni a forróságot? Kérdésünkre válaszolt Tóth István Zsolt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szekszárdi csoportjának elnöke. Főleg a városban, ahol a nagy panelek vannak és nagy betonterületek vannak, ott nagyon nehezen találnak, vagy egyáltalán tárnak nedvességet, ezért jó, hogyha kiteszünk itatókat a madaraknak, és ezt akkor rendszeresen töltjük és nézzük a kedves kis madarakat. Mindig az a fontos egy itató kihelyezésénél, hogy fél árnyékos helyen legyen, vagy árnyékos helyen, egy kicsit messze legyen a bokroktól, tehát nyíltabb részen, ahol biztonságban érzi a madár magát, hogy nem támadja meg valami ragadozó, vagy épp a szomszéd macska. Az itatók mélysége legfeljebb 3-4 cm lehet, mivel ha mélyebb, a fiatalabb, kisebb madarak belefulladhatnak. Annak érdekében, hogy ez ne történjen meg, egy darab követ helyezhetünk el a vízzel teli tálkába. Nagyon fontos még az is, hogy rendszeresen takarítsuk is, egy héten kétszer-háromszor szépen kisikáljuk, és utána megint friss vizet töltünk bele. Másik az, hogyha kevés víz van benne, hamar átmelegszik, meg nyilvánvaló, hogy romlik is a vízminősége, ezért napjában kell cserélni benne a vizet, főleg, hogyha a szárazságban még párolgás is csökkenti. Tehát mindig legyen neki friss víz, és reggel kitöltjük, megtöltjük, és akkor reggel jönnek madarak, akkor már friss vizet kaptak. A madarak fürdésre is használják az itatókat. Benne láthatunk akár egy
verebet is, vagy akár egy fekete rigót, amely szívesen belemegy ezekbe a kis kitett itatókba, és boldogan fürödnek, mert hát hűtik magukat ezzel is. Van még olyan dolog is, amikor azt mondják, hogy tegyünk mellé egy kis tálcába homokot is, hogy porfürdőt is vegyenek, hogy tisztítják ezeket is, ezzel is madarakat. Ennek is se kell mélynek lenni, csak épp egy pár centi. Szitált, finom homok legyen, vagy minél teljesen porszerű, mert akkor tud mindenhova behatolni, és tisztítja a korokozók, vagy ezétől a kis atkáktól, amik a tollak között vannak, vagy elpusztult kis tollmaradványokat is kisipri ilyen szempontból, hogyha ott benn fürdik a madár. Utána megint belemegy az itatóba, és ott letisztítja magát, az biztos, ezért is kell mindig takarítani a vizet, hogy friss és tiszta vizet ihassanak belőle. Ha elkezdtük a madarak itatását, egészen őszig a csapadékos időjárásig ne hagyjuk abba, mint például télen az etetésüket, hiszen hozzászoknak a kihelyezett vízforráshoz, és folyamatosan visszajárnak. A bíróságok napja alkalmából az idei évben is ünnepélyes keretek között vehették át elismerésüket az ország bíróságainak kitüntetettjei július 15-én az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács közös szervezésében megrendezett ünnepségen. A szekszári törvényszék bírái közül dr. Barkóczi Balázsnak, a szekszári járásbíróság elnök helyettesének címzetes törvényszéki bírói címet, a szekszári törvényszék tisztviselői közül Házné Meszesi Mónikának főtanácsosi címet adományoztak. Horváth Betti a következő szezonban is a TAR KSC szekszárt kosárlabda csapatánál folytatja. A klub közösségi oldalán olvasható bejegyzés szerint a játékos a tavalyi szezonban tette át székhelyét Szekszárdra, ahol csupa szív, megalkuvás nem tűrő játékával hamar belopta magát a nézők szívébe. A kosaras úgy fogalmazott, örül, hogy a következő szezont is Szekszárdon kezdheti meg, nagyon hálás, hogy ilyen rövid idő alatt így befogadta a csapat és a szurkolók. 114-en jelentkeztek a Babetta Balaton túrára. Idén 8. alkalommal rendezte meg a dombóvári retromotorokat kedvelő baráti társaság a kétnapos kalandot. A résztvevők 70%-ban az ikonikus Babettával érkeztek, de láthattunk Riga, Java, Simpson, Verhovina motorokat is, sőt a már nagy motornak számító MZ-k, illetve Pannoniák is csatlakoztak a hétvégi guruláshoz. Ez 8 évvel ezelőtt az úgy jött létre, hogy a Balog Lackó barátunk talált valahol egy fészerbe egy ilyen régi kis Babetta mopedot, ami nagyon megtetszett neki, hiszen ő a fiatal korosztályból tartozik, és nem igazán tudta hova tenni ezt a gépjárművet. Ezért úgy döntött, hogy akkor már működött a közösségi média, megosztotta, hogyha kap rá 1000 lájkot, akkor körbe motorozza vele a Balatont. Hát sikerült megkapni az 1000 lájkot, úgyhogy elindult az első túra, amin 3 fő vett részt, 2 barátjával elindult bátran. Mi fogadtuk őket, lestük őket, segítettük az útjukat, hogyha kellett az első alkalommal. Ez olyannyira bejött, hogy közösségi médiának hála megint csak meg kell, hogy említsem, hogy a következő alkalomra már körülbelül 40 fő jelentkezett, hogy csatlakozna hozzánk, közben én is beszereztem egy babettát, és akkor elindult a második, aztán jött a harmadik, és most már a 8-nál tartunk. Jelen pillanatban 114 indulónk lesz a siófoki hajóállomásról, nyugati irányba indulunk, tehát Fonyód irányába, és 2 nap alatt fogjuk körbekerülni ezt a csodálatos magyar tavat. A túra fő látványossága második napon a Balatonvilágosi kilátótól a siófoki hajóállomásra begurulót 114 kétkerekű volt. Ez egy hatalmas felkészülést igényel azért egy ilyen túra, hiszen ez 220 kilométerről beszélünk, ami azt jelenti, hogy hát én már vagy 3 hete elővettem a motoromat, mentem vele 2-3 kört a városba, és úgy döntöttem, hogy akkor ez kész. Tehát bepakoltam egy törölközőt, a tisztálkodási eszközt és a motorhoz egy plusz gyertyát, smirgli van, sárga-zöld szigetelőszalag van, gyors kötöző van, más nem kell egy Babettához. A legnagyobb kihívást a felkészülésben és az egész túrában a nagy hőség jelentette. Mutatjuk Baranyai és Somogy vármegye híreit. Két embert késelt meg a baranyai férfi, keresik az elkövetőt a rendőrök. Cirkuszok éjszakája, teltházas programokkal népszerűsítették a cirkusz világát Balatonlellén.
Veszélyes férfit keres a baranyai rendőrség. Több emberen elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Késsel támadott áldozataira, akiken életmentő műtétet kellett végrehajtani. Ezt a férfit keresi a baranyai rendőrség. Súlyos, több életet veszélyeztető bűntényt követett el a 22 éves Aranyos Gadányé Siti Rihárd a nyomozók szerint. A férfi egy komlói lakásban összeszólalkozott a volt barátnőjével, majd egy konyhakéssel többször megszúrta őt. Ennek következtében a nő súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett. A lakásban tartózkodott egy másik férfi is, őt szintén megszúrta, rajta később ugyanúgy életmentő műtétet kellett végrehajtani. Ezután a támadó elmenekült a helyszínről, azóta is szökésben van. Ezért kérjük, hogy aki a férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, értesítse a rendőrséget. A szóvivő azt mondja, senki ne próbálja meg egyedül feltartóztatni a férfit. Ha valahol meglátják, felismerik, semmiképpen sem szabad kockáztatni. Aki látja, mindenekelőtt azt javaslom, hogy társázza a 112-t, tehát ne közelítse meg, ne menjen a közelébe. Fő az óvatosság, inkább a 112-t hívja, és akkor a kollégák majd érkeznek a helyszínen, és megteszik a szükséges intézkedéseket. Siti Rihárd körülbelül 180 cm magas, sportos testalkatú, szeme zöldes-barna, haja felnyírt, felül félhosszú, szők és barna. Utolsó ismert ruházata sötétkék póló, világoskék rövidnadrág, zöld cipő és fekete hátizsák. A Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság kéri, aki a képen látható férfit felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen be jelentést az ingyenes telefontanú 0680 555 111-es zöld számán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Baranyavár megyei rendőrfőkapitányságon. Ezúttal nem egy, hanem három este várta a közönséget a cirkuszok éjszakája Balatonlellén. Az idén 30 éves Magyar Nemzeti Cirkusz mintegy 70 fős társulata 2 órás műsorral készült. Lovas produkciót, artisták bemutatóját és papagáj revűt egyaránt látott a publikum. Ciao! Alessio és egyik papagája Cleo többféle módon is köszöntötte stábunkat a cirkuszok éjszakáján. High five! Hello! Alessio több madárral dolgozik együtt műsorszámában, de Cleo a sztár. Kettőnk közül az ismertebb a papagáj Cleo, hiszen ő nagyon sok cirkusz műsorában szerepelt már Európában. 3-szor volt a Monte Carlo-i cirkuszfesztiválon is, mesélte Alessio. Idén nem egy, hanem 3 este várta a közönséget a cirkuszok éjszakája Balatonlellén, ahol minden előadás teltházas volt. Azért szoktam járni, mert így mindig ilyen különleges műsorok vannak, és nagyon jók, és ilyen mindenféle dolgokat csinálnak. Most ha van időd, akkor föl tudod dobni, és elkapni próbálnak. Egyet föl, úgy, nagyon jó. Az ünnepi műsor előtt az érdeklődők kipróbálhatták a cirkuszi kellékeket, így a zsonglőrködés fortéjait is megtudhatták a nézők. Flóra a buzogány zsonglőrködést próbálta ki. Ne a végét fogjam teljesen, hanem inkább itt, és hogy minél feljebb dobjam, mert akkor könnyebb utána elkapnom. És én már labdákkal ezt tudom, ezért talán könnyebb így házzal is. Kicsik és nagyok egyaránt kipróbálták a porond világát a cirkuszok éjszakáján. Az ügyesebbek pedig a tányérpörgetést is megtanulhatták. Interaktív. Igazából a gyerekeknek nagyon jó. Meg a felnőtteknek. Meg a gyerekeknek, igen. Ifjabb Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója alkalmi lovas produkcióba is hívta a közönséget. A cél az volt, hogy megismertessék és megszerettessék a cirkusz világát a publikummal. A mintegy 70 fős társulat idén különleges műsorral érkezett Balatonlellére, hiszen 30 éves a Magyar Nemzeti Cirkusz. Kubai Állami Cirkusztól érkezett hozzánk egy csoport, akik igazi szalsza hangulatot varázsolnak a porondra. Ők a világhírű Buglion Cirkusztól jöttek Párizsból,
vagy éppen Alessio kiváló papagájaival, aki a világ egyik legjobb papagájrevűjét mutatja be, de három különböző lovas produkció is látható, mongol trükklovasok, holland fríz és arab telivérek, illetve a hungarikumán nyilvánított lovas akrobata szám, minden este élőben játszik a Nemzeti Cirkusz zenekara, és még számos kiváló produkció, úgyhogy több mint 2 óra élmény és szórakozás kicsiknek és nagyoknak. A Magyar Nemzeti Cirkusz előadásai augusztus végéig tekinthetők meg Balatonlellén. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Hittantábor Szálkán, a szentek életével is megismerkednek a fiatalok. Duális képzés, a Kelecsárda és a Tolna vármegyei szakképzési centrum együttműködése. Nyári hőség, hogyan segítsük a madarakat? Babetta Balaton túra, idén volt a 8. alkalom. Szerdán napközben ismét hőség, napsütés, komoly felhők lesznek a meghatározóak. Szorványos, de heves zivatarok kialakulására is készülni kell. Késő délután este a középső országrészben, illetve a Dél-Dunántúlon is megnő az esélye vihargócok kialakulásának. Az éjszaka második felére csökken a csapadékhajlam. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!